A Soroksári tér zene legutóbbi műsorában hirtelen változás történt. A Hungarian Pink Floyd helyett a Hit Rock zenekar lépett föl. Az együttes csak előző este tudta meg, hogy másnap játszani fog. Szűtöttök este került be a barátunk a kórházba, a Floyd gitárosa. Ezt reménykedtük kiengedik, de nem engedték ki. Úgyhogy gyorsan összeszedtük az öreg Hard Rock csapatot, hogy azért valami térzenem úgy legyen. Hát remélem, hogy fog tetszeni, bár ez a zene szerintem nem ide való, de majd meglátjuk, mennyien mennek haza. Pozsonyi Tibor, a Hit Rock dobosa, gyerekként gitáros szeretett volna lenni. Kapott is egy akusztikus gitárt a szüleitől, de ő megfordította a hangszert és dobolni kezdett rajta. Így lett belőle dobos. Érdekes volt hallgatni a régi idők legendás rock korszakára való visszaemlékezéseit. Elmondta, hogy a sokat emlegetett rockervér sosem nyugszik, és a fiatalos lázadás szelleme ugyanúgy bennük van, csak már szolidabb keretek között élik meg. A dobos soroksári gyökereire is fény derült a beszélgetés során. Ide jártam még hátam mögött lévő zeneiskolába, akkor még ott volt a zeneiskola, most SZTK-ban. És ott már jött a zene szeretet, és ugye először meghallottunk a Rollingot, akkor azt mondtuk, hogy mi is ilyet szeretnénk csinálni. És akkor így akkor mindenki maga tanult hangszerem, tehát ugye nem volt akkor dobtanár, meg ilyesmi, és annyira szerettük, eljártunk bulikba, csak élő zenekarok voltak akkor, és lestem a dobost. Idén ünnepeljük a 40 éves fennállást, a zenekar 79-ben alakult. Megjelent több lemezünk, aztán sikerült kimennünk Nyugat-Európába, még az átkosba, és utána a zenekar persze feloszlott, mindenki máshova ment, de most újra összeálltunk egy 5-6 éve, és megint játszok a régi dalokat, illetve most jelent meg egy stúdióalbumunk, ez a 40 éves Hit Rock, és nagyon jól viszik, hála Istennek, úgyhogy örülünk ennek. És az eredeti felállás állt össze, vagy cserélődtetek? Az eredeti felállásban hárman vagyunk, Mr. Bazár az énekes, a Füxer Tibor billentyűs, és jó magam. Most eléggé vegyesen gyűltünk össze, úgyhogy valami mással készültetek esetleg így összeállításban? Nem, mi nem szoktunk improvizálni, tehát mi egy kész anyagot játszunk. Általában nem mennek haza az embere. Volt Budai Parknak a Várkert bazárban van egy rendezvény sorozata, lehet, hogy jövőre mi is leszünk. Hát például, amikor minket meghívtak 80-ba oda játszani, egy szerdai nap, akkor 8000 fizető volt. És aztán elértük mi is a 10000 számot. Tehát ezek nagy élmények voltak akkor, hát meg Nyugat-Európa, ott is nagyon sokat dolgoztunk, bejártuk Tolnát, Baranyát. Rengeteg élmény, rengeteg koncert. Úgy koncerteztünk, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Iszonyat volt. Hát jó, de akkor ebből éltünk. Most mind már csak hobbisták vagyunk, de szerintem ez még jobb. Mert nincs feszültség, nincs az, hogy meg kell belőle élni. Örömzene van. Mi abban a rendszerben születtünk, amikor még a hosszú juhaira elvittek a rendőrök. Na most nekem már ez a pár szál van. Én azóta nem voltam fodrásznál, mert csak kopik, de bennünk van ez. Hát ugye akkor indult, gyakorlatilag az elején volt a Beatles, stb. És Rolling Stones, és ott mindenkinek hosszú haja volt. A feleségem szokta volt mondani, hogy vágass már azt a három szálat, úgy nézek, mint egy csöves. De mondom, anya, nem vágatom le, mert nekünk ez volt a hosszú, ez hozzá tartozik ehhez, meg az egész életformánk is. Abban az időben mindenki lázadó volt. Főleg mi színpad közelben voltunk, ezért mi jobban megnyilvánultunk, mert mi el tudtuk mondani, de akkor minden fiatal lázadó volt. A beszélgetés akkor váltott át bensőséges irányba, amikor a 40 év rockzenei múlttal rendelkező dobos a feleségéről kezdett el beszélni. A házas pár 2 gyerekkel, 4 unokával és 41 évnyi házassággal büszkélkedhet. Míg a férj örökösen koncertezett, a családi hátteret felesége biztosította, aki pont beszélgetésünk alatt toppant be. A feleségem egy csodálatos asszony, tehát nélküle ez nem lett volna. Tavaly voltunk 40 éves házasok. 4 csodálatos unokán, 2 fiú gyermekünk van. Na most ezt melyik feleség tűri, hogy a férje állandóan úton van? Ugye, és azért írtuk akkor még a fiatal lányoknak az autogramokat is. Tehát ez le a kalappal előtte. Tehát
Anélkül ez nem megy. Nekem minden zenész barátom elvált. És én hála Istennek, mondom, 40 év. Most leszünk 41 éves házasok. Ugye pont most jött meg a feleségem, akiről az előbb beszéltem, gyere egy pillanatra. Na, ő az a csodálatos asszony, aki végigcsinálta velem ezt az egész 40 évet. Adok 41 lesz. Tibor felesége nem számított arra, hogy hirtelen egy forgatás közepén találja magát. Kezdeti megilletődöttsége után beavatott minket abba, milyen is az élet egy rocklegenda társaságában. Szóval a lényeg az, hogy nehéz. Nehéz ügy, megmondom őszintén, mert hát küzdelmes. Tehát főleg fiatal asszonyként, ugye amikor megszületett a fiunk, és sokat voltam egyedül, ő nagyon sokat ment, próba, bulik. Aztán a második fiunk az úgy született meg, hogy ő kiment külföldre, én itt maradtam 8 hónapos terhesen, és a következő hónapban meg megszületett, és mikor először látta, akkor 4 hónapos volt a második kisfiunk. Tehát nagyon nehéz volt, és abban az időben ugye se telefon, se semmi nem volt, tehát nem, hogy mobil, még vonalas telefonunk sem volt, úgyhogy nagyon nehéz volt. Hogy érzed, visszajött ez a sok energia? Hát összekovácsolódtunk, úgyhogy végül is beleszokik az ember. Először szokatlan volt, hogy fiatal asszonyként sokat voltam egyedül, sokat kellett várnom otthon rá, hogy na, mikor jön haza, hajnalok hajnalán, ugye főleg. Mert ugye ezzel jár ez a zenei élet, hogy elmegy délután, aztán hazajön másnap hajnalba reggel, úgyhogy nehéz volt, de átvészeltük, itt vagyunk együtt egymásnak. A te zenei ízlésed, ez teljesen kapcsolódik a férjedéhez? Én szeretem a dallamos zenét inkább, tehát a sláger zenéket, a régi diszkó zenét, mondom, az Abba, Bonnie M, ugye én ilyen helyekre jártam, de meg főleg hát régen ezeket játszották, régen nem volt gépzene, én Csepelre jártam át főleg, és aztán végül is érdekes a sors, hogy pont Csepelen jöttünk össze, mert ő élő zenére járt, én meg diszkóra, és pont amikor én diszkóra mentem, ő egyedül volt, nem volt, aki vele lemenjen éppen, és azt mondta, hogy hát ő is lejön oda, ahova én is lementem, és így ismerkedtünk meg. Nagyon örülök, mert ugye lokálpatrióta, tehát ő itt született végül, 9. kerületben, de hát egész pici korától ugye itt nevelkedett, itt járt iskolában, tehát örülök, hogy a hazai közönségnek játszhat. És el szoktad kísérni más koncertekre is, vagy ez most egy különleges alkalom? Nem, természetesen. Hát amikor ugye kisebbek voltak a gyerekek, akkor nyilván nem tudtam menni, úgyhogy akkor otthon voltam, de amikor már nagyobbak voltak a fiúk, akkor mentünk mind a négyen, úgymond, tehát a két fiú, és én mentünk az apjukkal, és megnéztük a produkciót. És a fiúk örököltek valamit a zenei hajlamból? Dobolni tanította őket kicsinek, tehát mind a kettőnek van érzéke hozzá. Ugyanakkor, hát nem, tehát egyik sem került zenei pályára. A kisebbik az ide járt a Grassiba, zenei iskolába, először klarinétozott, aztán szaxofonozott, és aztán, mikor már nagyobb bacska lett, ugye, 18 éves, megjelent az első kislány, és sajnos ágy alá került a klarinét, úgyhogy hát ez van, nagyon sajnáljuk, mert ez nagy bánatunk, hogy egyik sem követte a zenei pályán, de hát ez van, majd valamelyik unokánk, remélem. Rockkoncertre érkeztünk, de többet kaptunk, hiszen egy példamutató kapcsolatba is bepillanthattunk.